Merész célt tűzött ki a Gyergyói Hoki Klubba a 2019-2020-as idényre. A csapat ugyanis a hazai bajnokság mellett az Erste is szerepel, a gyergyóiak vezetősége pedig nem éri be csak a rájátszásba bajutással. Ehhez azonban erősebb csapat kell, és a cél elérése érdekében az első lépéseket meg is tette a Hoki Klub. A csapathoz érkezik két 30 éves játékos, akik nemrég megszerezték a román állampolgárságot. Az orosz hátvéd Timur Rasulov és az amerikai csatár Phil Bashbaker a francia második ligás Kán játékosait erősíti ezentúl a gyergyói gárdát. Ugyanakkor sikerült leigazolni Csiki Zoltánt, aki a Hoki Klub Budapest együttesétől tér haza Székelyföldre. Ő korábban két évig Brassóban játszott. Két légiós, Pavel Vorobzsev és Igor Bobcsek is meghosszabbította a szerződését, ők is maradnak a klubnál. A Gyergyói Hoki Klub hamarosan az új edzőt is bemutatja, aki Mikael Tisztelt váltja a kispadon.